A Tiszán túl egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb laboratóriumában vizsgálják a csapvizet szabolcs szatmár vármegye 91 településéről. A nyírségvíz 2702 km ivóvíz hálózathoz mentén közel 350 ezer lakos ivóvíz ellátásáról gondoskodik. A szolgáltatási területükön mindenhol mélyfúrású kutakból nyerik az ivóvizet, majd 35 tisztító telepen ezeket megtisztítják, és ezt követően jutatják el a fogyasztóhoz. Azon van, ahol csak az hálózat tartozik az említett szolgáltatóhoz. Ez pedig jelentős különbségeket okozhat az ivóvizek között. A különbség ugye abból adódhat, hogy az adott települést ellátó vízműnek a kutyái milyen mélységűek, illetve ott milyen jellegű az ivóvíz. Ebben azért lehet jelentős eltérés <kül> egy megyén belül is, Ugye vannak olyan érdekes településeink, már mint vízminőségi szempontból érdekes településeink, ahol például víztisztításra sincs szükség, hanem magából a kútból közvetlenül ivóvízminőségű vízminőségű vizet tudunk nyerni, és vannak olyan kútjaink, ahol pedig nagyon magas mondjuk a vas vagy a mangán, ez komolyabb tisztítást igényel, esetleg az arzin, ugye, ami még egy ilyen tipikus paraméter, ami sok helyen előfordul. Úgyhogy nagyon széles a skála, hogy mekkora, és ebből kifolyólag, illetve a másik fontos paraméter a keménység, ugye megint óriási eltérés lehet. Az a te, vízmű például, vagy az a település, ahol nem kell tisztítani a vizet, az egy extrém lágy víz, Ugye van olyan településünk, ami pedig mondjuk közepes keménység, és a két víznek az íze összesen hasonlítható. Ilyen extrém lágyvíz van például Penészleken. Itt a kutak jóval 200 méter alattiak, míg az átlagos kútmélység 100 méter körül mozog. A rendszerek, amelyeken keresztül halad a víz, még a poharunkba ér, nem tartalmaz műanyag elemeket, így kevesebb mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. Maga a mikroműanyag azt jelenti, hogy 5 mm-nél kisebb műanyag részecske, ez aztán nagyon-nagyon széles tartomány, ugye? Ami nagyon fontos, hogy ugye itt szobolszat már Bereg megyében, legalábbis a mi szolgáltatási területünkön, ugye ahogy mondtam, kizárólag mélyfúrású kutakból nyerjük a vizet. Ez azt jelenti, hogy vízbázis oldalról magában az ivóvízben nem kerülhet gyakorlatilag mikroműanyag, Ugye, mivel maga a mikroműanyag az élővizekbe is jellemzően az emberi tevékenység során került, tehát vagy azzal, hogy például a különféle műanyag tartalmú ruháinkat mossuk, vagy azzal, hogy műanyag hulladék kerül az élővízbe és az elkezd aprózódni, vagy a kozmetikumokkal, vagy egyéb módon kiúttatjuk gyakorlatilag a természetbe az, ezeket a műanyagokat, amik elkezdenek aprózódni, és gyakorlatilag egy természetes kémiai, fizikai folyamat során létrejön az úgynevezett mikroműanyag. Egy nemzetközi tanulmány szerint évente 90 ezer darab mikroműanyag részecskét víz be a szervezetébe az, aki csak palackozott italokat fogyaszt. Még aki csak is és kizárólag csapvizet iszik, az csupán 4 ezer műanyag darabkát.